A Vásáros-Naményi Kraszna torkolathoz közel, mintegy 3 kilométerre a város közúti hídjától dolgoznak a munkagépek. Földet hordanak. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fejlesztési projektje részeként ugyanis megújulnak a töltések mintegy 21 kilométer hosszan, igazodva a megváltozott időjárási viszonyokhoz és az újra számolt tiszai mértékadó árvízszintekhez. Ez helyenként a töltés magasítását, szélesítését vagy megerősítését jelenti. Az idei év a korábbiakhoz képest csapadékos, ez pedig időnként megakasztotta a munkát. Ezért dinamikusan kellett módosítani az ütemtervet is. Jelenleg a földmunkát 7 kotróval végzik, 4 dózert használnak, és 4 hengerre tömörítik a behordott és szétterített anyagot. Modern eszközöket használnak, az alakító földmunkában használt gépek GPS támogatással tudják a minél pontosabb munkát elvégezni. Szükséges használni, láttuk itt útban idefelé, hogy jelentős a kiporzás. Ez annak is köszönhető, hogy hosszúak a szállítási útvonalak az anyagnyerő helytől, és a nagy járatszám miatt folyamatosan küzdeni kell a kiporzás ellen. Ha végigmegyünk a töltésen, láthatjuk, hogy a töltés mellett végig mezőgazdasági kultúrák vannak, napraforgó kukorica, illetve közvetlenül határos az árvízvédelmi töltés a torkolati szakaszon belterületi részekkel. Ezért nagyon fontos, hogy mind a lakosságot, mind pedig a termelőket megóvjuk ettől a portól. Ezért 3 locsolókocsit használ a kivitelező, folyamatos üzemben dolgoznak. Tárcsával is dolgoznak egy-egy csapadékosabb időszak után, ha nem megfelelő a behordott anyag állapota, így szárítják. Vásáros-Namény Vitka és Ópályi térségében jelenleg összesen 23 darab 4-tengelyes teherautó hordja a földet, ezt a járműszámot a napokban 32-re fogják emelni. Sőt, már deponálják a homokos kavicsot és a zúzott követ is, előkészülve így az őszi munkára, amikor burkolatot kap a töltés. Aszfaltozott koronaburkolat fog létesülni, igazodva a helyszíni adottságokhoz 2,5 vagy pedig 3 méteres koronaszélességgel épül meg. Ez alkalmas lesz arra, hogy a védelmi tevékenység során nekünk biztosítsa a megfelelő gyorsaságot. A helyszínre jutásban ez nagyon fontos, ez az időelőny, esetleg az anyagbehordásban is segítséget nyújthat, hogy nem átázott talajokon kell mondjuk nehéz gépekkel anyagot a helyszínre szállítani, hanem egy aszfaltozott burkolaton tehetjük meg. Ez egy fontos hozadék nekünk árvízi szempontból. Másfelől azt is érdemes megemlíteni, hogy ezzel itt a Kraszna ezen szakasza is bekapcsolódik. Itt a Felső-Tisza vidékén már kiterjedt, aszfaltozott és ezáltal kerékpározható, túrázható töltés szakaszok közé. A projekt teljes költsége 3,9 milliárd forint, ebből 90 milliót olyan eszközbeszerzésre fordított a Fetivízig, amelyekkel a későbbiekben fenntartható a töltés állapota.